Mit tehetünk saját egészségünk fenntartása érdekében? Hogyan vállaljunk felelősséget minden falat ételért, italért, ami a torkunkból lecsúszik, mikor sem tudjuk, mit eszünk? Vagy együnk mást, éljünk másképpen? Kérdések és válaszok Viva Natura. Már is kezdünk! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, kedves vendégem a dr. Orosz Enikő anyunktusasszony, szervusz! Szervusz István! És tudniuk kell, hogy az Egészségbefektető Klub keretén belül készítjük ezt az adásunkat. Azt kell tudni Enikőről, meg rólunk, hogy nagyon régóta ismerjük egymást, és igazából nem más oldalt képviselünk, hanem szimbiózisba élünk, mert ha minden igaz, akkor 95 óta vagy orvos, igaz? Igen. Én 95-ben kezdtem a természetgyógyászatot, azért ezt szeretném neked elmondani, tehát ugyanazt az utat jártuk végig 17 év alatt, és mégis valamilyen módon összeért a kétfajta gondolkodás és tudás. És ma azt szeretnénk megosztani önökkel, kedves nézzük, hogy hogyan vélekedünk a savbázis egyensúlyról, a savbázis egyensúly kilengései milyen betegségeket okoznak, illetve milyen betegség okozhat elsavasodást a szervezetben, ez lenne a fő témánk. Mi jut először neked erről az eszedbe? Hát ami legelőször az is az, hogy a mikrobiológiai egyensúly a legfontosabb a szervezetben, mert az okoz elsősorban és első pontban elsavasodást, és akkor itt sajnos azonnal a stresszhez kell kapcsolódni. Azért, mert ha stresszelünk, akkor azonnal úgy válaszolnak az ereink, hogy összehúzódnak. Ha összehúzódnak, akkor a belegben a mikrobiológiai egyensúly felborul, ott azok a mikroorganizmusok, baktériumok, gombák, anérob szerveződések szaporodnak el, amelyek ezeket azt a környezetet szeretik, ami oxigénben szegény, tehát anérob környezetet szeretnek. Ennek kapcsán olyan toxikus anyagok szaporodnak fel, és szívódnak fel a beleken keresztül az érrendszerbe, amelyek alapvetően elsavasítják, elsalakosítják a szervezetet. És ebből aztán következik a lavina, amiből különböző betegségek következnek. Most nézzük meg ezt biofizikai szinten. Tehát a stressz hatására összerántódnak az érfalak, ugye, mert a stressz egyik parancsa ez. Hát igen, adrenalin szabadul fel. Adrenalin szabadul föl, összerántódás. A stressz hormonok szabadulnak fel. A másik, a gondolatnak megvan a maga frekvenciája. Tehát minden frekvenciának megvan a teremtő ereje. Na most a stressz gondolata, a félelem gondolata kimondottan ezeket a anaerób és mindenféle számunkra káros mikroorganizmusokat, nem károsak ők, rossz kifejezés, tehát azt a frekvenciát reprezentálják az életterükben, amit mi gondolatként oda teszünk. Igen. Most, hogyha ehhez még az is hozzátársul, hogy az oxigén szegény környezetben ezek a gombák például nem kialakulnak, amik elpusztulnak, ezek már ugye a végtelenségig savas termékeket termelnek, amivel egyébként az emésztőrendszerünkben lévő enzimek még nem képesek dolgozni. És akkor innentől már az emésztési oldalát is még már kézvége is van. Tehát már nem is történhet jól. Ugyanis nincsenek ott azok a baktériumok, amelyeknek a segítségével az emésztés ideális lenne. Tehát csak az anaerob baktériumok, az emésztésnél nincsenek anaerob baktériumok, csak vannak, aeróbok, csak nagyon kicsi százalékban. Kicsi számban. Tehát mindenkinek megvan a saját mértékű helye az emésztésben. Uh-huh. Jó, egy kicsit menjünk tovább, akkor minden betegségünk kiváltóka alapvetően a hosszan eltartó stressz, igen? Így van. A pozitív és a negatív stressz között tudunk különbséget tenni? Igen, a pozitív stressz az inspirál minket. Uh-huh. Azt eustressznek is hívjuk. Eufória? Igen, eustressznek. Endorfin stressznek? Hát akár endorfin stressznek, igen, de eustressz azért, mert az ösztönöz minket sok mindenre. Meg hát az eustresszre törekszünk is, például a mozgás után egy ilyen endorfin, egy eufórikus állapotunk. Tehát mindenki, aki nagy stresszben él, és mégis valami módon szeretné az endorfint megtermelni, akkor milyen módszerekhez nyúl? Hát például a legegyszerűbb mozogni, de van, aki édességhez nyúl, az duplán elrontja. Az édesség endorfin szabadít fel? Az evés. Az evés önmagában egy örömforrás. Aha. A szexualitást is úgy ide sorolják. Igen. De egy megdöbbentőt mondtál nekem az előbb. Ja, hát igen, vannak ilyen amerikai kutatások,
hogy az anorexiások nyilvánvalóan nem tudatosan, hanem tudattalanul azért szeretnek hányni, idézőjelben természetesen, mert ezzel a hányás után, amikor megnyugszanak, endorfin szabadul fel. Na, a gondolatgyógyász szemével hányok az ételtől, hányok attól a közegtől, amihez közel kerültem a kapcsolattól, és ezáltal, hogy kiürül a szervezetem ezektől a dolgoktól, endorfin ettől van a szervezetemben. Na, ezt akkor kitárgyaltuk. Menjünk tovább. Tulajdonképpen mi az, amikor a savbázis egyensúly fölbillen a szervezetben, milyen eszközök állnak a testünk részére, hogy ezt helyrehozzák? Hát van egy nagyon komplex pufferrendszere a szervezetünknek, ami a vérben található természetesen, mert a vér pH-jának egy nagyon szűk range-en belül kell lennie, ami 7,38 és 7,42 között van. Ez így is van. Akkor nincsen így, hogyha valamiféle krízis állapotba kerül a szervezet, általában cukorbetegség esetén fordul ez elő, sajnos akkor már olyan ketózis van, olyannyi ketontest halmozódik fel, hogy egy ilyen cukorbetegség, tehát diabéteses ketoacidózisnak egy ilyen túlzott elsavasodás kapcsán sajnos nagyon sokan meg is halnak. Tehát, hogy lemegy a vér pH-ja, azt nem lehet. Megváltozik az ozmotikus nyomás, és összeomlik. Hát az élettel összeegyeztethetetlen egy ilyen acidózis természetesen. Tehát akkor, amikor cukorbetegség van, és ez a kemény elsavasodás van, akkor a szervezetnek nyúlkálnia kell jobbra-balra, hogy ez kompenzálja, igen, és a vért ebbe a szűk sávban tudja tartani. Igen. És előkapja azokat az ásványanyagokat, amivel ezt kompenzálni tudja. Milyen ásványanyagok ezek? A kalcium, a magnézium, a kálium, a nátrium. És a nátrium. És ezt valahonnan veszi. A kalcium az nagyon könnyen előjön a csontokból, innen megmondhatom azt rögtön, hogy ez a csontritkuláshoz vezet. A nátrium és a kálium a szervezet vízháztartásáért felelős, az minden sejtünkben. Ott van tulajdonképpen a kálium az izomtónusért is felelős. Például. Még a magnéziumot is ide szoktuk. És a magnézium az összes idegi funkció, a stressz is elsősorban a magnéziumot pusztítja ki. Igen. És akkor most jön az az oldal, amit mi képviselünk. Tehát mi azt mondjuk, hogy az egész élet a biotranszformációval jön létre. Tehát, hogyha ott van a véres anyaföld, ahonnan fölszipkáznák ezeket az ásványanyagokat a növények. Ugye ott vannak ezek a baktériumok, megint a baktériumokról beszélünk, amelyek a hátukra veszik az ásványanyagokat. Ezt hívjuk mi biotranszformációnak, ez képes fölkerülni, és a fotoszintetizáló baktériumok révén alakul ki a növényi élet, amit utána elfogyasztunk, de ez az a útlevél már, amit a testünk képes befogadni, ez ami utána puffereket képes tölteni bárhol a szervezetben. De amiről mi ma beszélünk, az konkrétan az, hogy ezeket az anyagokat, amiket említettünk, a nátrium, a kálium, a kalcium és a magnézium, ezeket direktbe is egy kritikus állapotba odaadjuk, mint kémiai kötésű anyagokat is. Mi alapján alakult ez ki, hogy milyen kötésű anyagokat használunk, és igazából ezeknek mi a hatása? Tehát mi kémiai lugosítókról beszélünk ma, konkrétan aki idáig minket nézett, mindig a zöld lugosítókról, a szerves lugosítókról beszél, de ugyanakkor a cukorbetegség kapcsán miért nagyon fontos, hogy ezt a lugosító ásanyagokat, még hogyha a kémiai formában is pótoljuk a szervezetben? Azért, mert egy cukorbetegnek sajnos állandóan magas a vércukorszintje, és ő állandóan savas állapotban van, ha tetszik neki, ha nem. És ezért neki állandóan, folyamatosan, ha úgy tetszik, drasztikusan kell lugosítani magát. Tehát maga a cukor kell. Az egy savasító anyag? Igen, azért, mert hogyha a vérben a cukor magasabb, mint a kívánt érték, tehát 6 millimol per liter fölött van, már pedig az annál magasabb, hogyha valakinek normális a cukoranyag cseréje, akármit csinál, akármit eszik az étkezés után is, 6 alatt marad tulajdonképpen, akármennyire terheli magát cukorral, vagy bármiféle szénhidráttal. Akinek viszont e fölött van, már pedig a cukorbetegeknek. E fölött van gyakorlatilag állandó jelleggel sósav keletkezik a szervezetben. Ez marja az érfalakat tulajdonképpen? Vagy? Mert tudjuk, hogy a cukorbetegek egy idő múlva mindenféle problémákkal találkoznak, esetleg amputáció, végtag amputáció, stb. Igen. Ha magas a cukorszint a szervezetben, akkor ketontestek keletkeznek, és ezek a ketontestek legegyszerűbben úgy fogalmazhatok, hogy szétlövik az ereket, természetesen az ér végződéseket, tehát a mikrokapillárisokat.
és ha ott, ha nincsenek a végződéseim, ha ugye általában itt lábszárfekéről beszélünk, mint szövődményről a cukorbetegség kapcsán, akkor ott azt tapasztalja a cukorbeteg, hogy először csak olyan piros a lába, aztán egyszer csak fekélyes lesz. Miért? Azért, mert nincsen oxigén, ami oda menjen. Miért nincs oxigén? Mert nincsenek erek, nem tud hogyan oda menni, mert az erei szétroncsolódtak. Nem tud oda oxigént, ha nincs oxigén, akkor, hát akkor egy anaerob folyamat zajlik, amiről az erőp is beszéltünk, ahol ott szétrohadt tulajdonképpen oxigénhiányban a szövet. És ha ez megtörténik, akkor hát ott gyulladás van, kisebesedés van, kifekélyesedés van, és aztán ez többé-kevésbé természetesen lehet gyógyítani, de hát a vércukorszintet kéne leszorítani, illetve hát amikor a savbázis egyensúlyt helyreállítani. Amikor a dozírozásról beszélünk, akkor ugye látjuk, hogy vannak elírások, hogy mit tudom, háromszor két kapszula. Hogy tudod ezt magadon lemérni, hogy neked mennyit kell ebből a lúgosító bázikus anyagokból magadhoz venni? Tehát, hogy mi ennek az indikációja? Mit kell figyelni? A vizeletet kell mérni? Például a vizeletet kell mérni, hogy állandóan lugos legyen a vizelet pH-ja. Tehát, hogy 7-es érték fölött legyen, akkor azt mondjuk, hogy a lugosító anyagokat lehet visszafogni, mert hogy... Én szerintem nem kell. Nem kell. Nem. Tehát, hogy nincs, de akkor is nem lehet túladagolni a lugosító anyagokat? Nem. Mert akkor vizelet kell kiválasztani, és viszont tehát az a dolga, igen. Azon kívül, hogyha vérben magasabb lesz a pH, akkor a szövetekbe bepumpálja a lugot. Ozmotikus nyomás. Így van, tehát akkor viszont, és akkor szedi kifelé, tehát beviszi a szövetekbe, a szövetek pH-ja lugosodik, mert a szöveti pH hátrányára történik az, hogy a vérben a pH normális marad, ez a 7,30, illetve nem normális, hanem semleges 7,38 és 7,42 között. A homeosztázis fent tudja tartani. Így van. Akkor múltkor felhívtalak valami más példát is mondtál nekem erről, hogy lehet a lugosítást. Igen, emlékszem. Hát, hogyha meghajtja reggel az illetőt. Tehát hogyha általában egyébként most hozzáteszem, hogy azoknak az illetőknél, akik savasodási problémáik van, ez együtt jár a székrekedéssel. Igen. Miért? Mert például az egyik lugosító ásvány, a magnéziumot, ami lazítaná a székletet, az az első, amit kikap a rendszerből. Igen. Tehát, hogyha azt mondod, hogy a lugosítókat bevisszük, és egy ilyen laxatív hatás következik, akkor biztosak lehetünk, hogy akkor megfelelő mennyiségű lugosító anyag van a szervezetben. Igen. Na, ezt meg mindenki tudja. Igen, ez egy nagyon egyszerű módja arra, hogy valaki a reggeli első székletét, vagy az egyetlent elérje. Tud, abban van itt a csodálatos összecsengés, hogy ugye én folyamatosan a természet lugosítóiról beszélek, illetve azokról a növényekről, amiben nagyon magas a szerveskötési kálcium, magnézium, kálium, nátrium, még a vasat is ide szoktuk sorolni. És ugyanakkor látom, hogy ez azokban az esetekben, amikor az egészség fenntartásáról van szó, szóval tökéletesen jó megoldások. De amikor már egy 3, 4, 5, 10, 20 éves cukorbetegségről van szó, amikor már valóban szétroncsolja az érfalakat a sav, akkor mindenféleképpen egy intenzíves segítés is kell mellé, és akkor ezek a bázikus ásványi kötési anyagok ugyanúgy tudnak segíteni. És ugyanúgy egyik oldalról töltjük a puffereket, másik oldalról meg az intenzív. És ezt folyamatosan lehet ugyanúgy szedni, vagy csak így? Folyamatosan. És kell is, ugye? Tehát igen, hát a stressz, azzal nem lehet mit kezdeni. De hát a savasodsz egyre jobban kivetél a stressznek, mert ez a kettő együtt jár egyébként, tehát oda-vissza. Igen. Tehát a savasodás irritálja a stresszfaktort, a stressz meg létrehozza a savas állapotot. Igen. És hogy lehet ebből az ördödik körből kiszállni szerinted? És most nem az orvos szemével tettem fel a kérdést. Hát ha a pszichoterapeuta szemével is nézzük, akkor nagyon fontos a lelki béke, a harmóniának a megteremtése, és a stressztűrő képességnek a fokozása. Tehát és az nagyon fontos ahhoz, hogy önmagával mindenki rendben legyen. Ez nem orvosi szemmel és szájjal mondtam természetesen. De hát így van, de hát ha elfogadjuk, hogy a psziché minden ok kitologa, és a kiváltó, a manifestált betegség az okoza, akkor mindent a psziché oldalán kell keresni, ezt a dolgot is, igaz? Tehát mi alulról tudunk segíteni, tehát a puffereket töltögetjük, de itt mentálisan nem változik, akkor nem tudtunk segíteni. Igen. Se az orvos, se a parapszichológus, így van? Igen. Tehát ezért kell egy, akármennyire is nem divat Magyarországon, egy pszichoterapeutát igénybe venni. Mert nem tudunk szembe menni a pszichénkkel, mindent felülír. Mi a különbség a pszichoterapeuta és a pszichológus között? Hát ez nagyon jó kérdés. A pszichológusok természetesen csinálnak pszichoterápiát,
de én azt gondolom, hogy ők is elvégeznek pszichoterapeuta képzést. Tehát egy orvos az nem pszichológus, hanem hogyha a pszichoterapeuta képesítést, szakvizsgát megszerezte, akkor pszichoterapeutának mondhatja magát, és a pszichológusok is megszerezhetik még ezt pluszban, amellett, hogy ők pszichológusok. Szoktam pszichológusról is beszélgetni, és a lélek kérdésében nem mindig tudunk azonos platformra jutni. A pszichoterapeuta a lélekkel milyen módon van kapcsolatban? A lélek problémáival. Tehát nem a hozott és itt szerzett problémákról beszélünk, hanem a lélek problémáiról. Hát, hogyha kognitív terápiás szempontból közelítjük meg, akkor a kognitív terápia az azt mondja, hogy ahogyan működünk, a sémáink és az attitűdjeink, a szabályaink, ami szerint az életünket éljük, születésünktől fogva, annak egy része hozott, ezt mindenki azt gondol mögé, amit akar, tehát velünk születik, a többi része pedig a szocializáció során kialakul. Szóval mindenki ez 30-70%, tehát a szocializálódása a nagyobb arány, és igen, a génekkel is hozunk problémákat. Mi az életben a legnagyobb értékünk? Megvásárolható-e az egészség hálapénzekkel, gyógyszervásárlásokkal, templomi adományokkal? Az egészség az a legnagyobb kincs, amit meg kell őriznünk még akkor is, ha az utolsó vagyontárgyunkat is elszedik tőlünk. A Viva Natura, Vivert Natura azt mutatja meg, hogy mit tehetünk saját egészségünk fenntartása érdekében, hogyan vállaljunk felelősséget minden falat ételért, italért, ami a torkunkon lecsúszik, figyeljünk oda minden szóra, gondolatra, amit kimondunk vagy elképzelünk, mert ezek befolyásolják a későbbiekben életünket. Útmutató ez a természet patikájához, útmutató az egészség megőrzésének lehetőségeihez, útmutató a túléléshez. Már is folytatjuk. Amikor bármiféle betegséggel küzdesz, kedves néző, akkor vedd tudomásul, hogy a betegség az csak egy okozata valamilyen lelki problémáidnak, és amíg azt nem tudod kezelni, addig semmiféle gyógyszer, táplálkozás kiegészítő növényi anyag igazából nem oldja meg a problémádat. De ugyanakkor, ha már viszont megvan a problémád, a problémád újabb betegséget okozhat. Összetudnád így foglalni, vagy hogy látod ezt a kérdést? Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden fejben eldől, és ezt nagyon nehéz megfordítani is. És hogy valamennyire kompenzálni tudjuk a gondolkodásunk, a negatív gondolkodásunk okozta mechanizmusokat, amik a szervezetünkben természetesen leképződnek, betegség, vagy ráncosodás, vagy bármiféle nekünk nem tetsző folyamat kapcsán, azt ilyen táplálkozással, életmóddal, táplálékkiegészítőkkel és ilyen gyors segélyekkel, mint például a bázikus anyagok használatával. Vagy mint például a lúgosító zöldek használatával. Azt hiszem, hogy teljesen egy nyelvet beszélünk, és én ezt hívom szimbiózisnak, amikor egy nagyon komoly orvostudomány összeér a lélek problémáival, és amikor elkezdjük már kívülről nézni ezt a betegséget, ami egyébként mindeddig belülről fakad, akkor sokkal előbb megtaláljuk a megoldást, ezért vagyunk mi hídverők itt, amikor beszélgetünk. Én nagyon megköszönöm érdeklődő figyelmüket, és mindenféleképpen várjuk hozzászólásaikat, és én nagyon szeretnélek téged máskor is elhívni oda. Én azt tudom, hogy nem egyszerű orvosnak adjunktusként ezt a határfelületet járni, mert most a határon járunk nagyon ahhoz képest, amit te tanultál, meg elvárnak tőled, de mi meg folyamatosan ezen a határon járunk, és hiszen szükségem van nagyon sokszor arra a tudásra, amivel te rendelkezel, mert egy természetgyógyász azt nem tanítják meg erre. És így tudnám összedolgozni még együtt. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Megköszönöm figyelmüket, viszont látásra a VNTV-n megnézhetik korábbi adásainkat. www.vntv.hu weboldalon.